Ezúttal a Vidor Fesztiválon lépett fel az ország egyik legismertebb rockabilly zenekara, a Mystery Gang. Stábunk Egri Péterrel, a zenekar frontemberével készített interjút, és a következő percekben belehallgathatunk a koncertbe is. A Mystery Gang nem először jár Nyíregyházán. Milyen tapasztalatotok van a várossal kapcsolatban? Mindig nagyon nagy örömmel járunk, jövünk Nyíregyházára, akár nagyvárosi rendezvényről legyen szó, mint most, akár kisebb klubról, ami nem is olyan kis klub, azt hiszem a Hollywood nevű klubba, itt elég sokszor szoktunk játszani, hogyha mondhatom a klub nevét a műsorban. Nyíregyházához pedig nagyon-nagyon sok baráti kapcsolat köt minket, sőt elmondhatom, hogy azért egyiküket, másikunkat az együttesből, meg a közreműködő zenészek közül még az elmúlt néhány évben szerelmek is kötötték Nyíregyházához, hogy melyikünket, azt nem mondom meg. Micsoda titkok, és itt fél mondatba hagyod azt a dolgot. Milyen a közönség Nyíregyházán? Nyíregyházi közönség mindig fantasztikus volt, és most is el kell, hogy mondjam, hogy annyira jó, és ez abból látszik, ez a legalapvető jelekből látszódnak, ez a következő koncerten, bemondom azt, hogy ritmus taps, ugye megadott rumbatök ritmusra, mélytam rumbatök dzsungel ritmusokra ritmus taps, és hogy néhány helyen be lehet vetni úgynevezett bumták ritmus taps helyett bumtiti ritmus tapsot, vagy ilyen nagyon sűrű tititi ritmus tapsot. De most a nyíregyházi közönség az annyira vevőre, hogy nekem új ritmus képleteket tudtak mutatni, szóval hogy fantasztikus volt, akár dobolni kell nekik, akár a nyíregyházi közösségnek énekelni kell, fantasztikusak, és annyira jó volt, jó érzés volt, nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy a koncert után egy órán keresztül még fényképezkedtünk, dedikáltunk, tényleg az idősektől a legkisebb fiatal gyerekekig, annyira jó volt itt lenni, és amit el kell feltétlenül, hogy mondjak Nyíregyházával kapcsolatban, ugye én Budáról jövök, és hogy ritkábban látom, mint akit a környékben gyakrabban megfordul, az elmúlt néhány évben olyan fejlődést látok Budáról Nyíregyházára jövet, gyönyörűek az épületek, a főtér, megcsinált házak. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon jó, nagyon nagy örömmel jövök, mindig nagyon nagy örömmel jövünk, és olyan jó látni a régió fejlődését is. Ez mindig egy kicsit nekem is olyan büszkeség budainak, hogy lejövünk Nyíregyházra, és nézzétek meg ezt a homlokzatot, gyerekek, de hát ugye az a templom háttér, ami előtt most is beszélgetünk, ez is fantasztikus, és számtalan képet csináltuk most az előbb a közönség alól, ez a templom volt a háttér. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezeket a dolgokat. Ugye én eredetileg történésznek készültem, és a múlt, az óvárosi közeg, amiben én is magam is lakom Budán, ez nagyon közel áll hozzám, és sose tudok szó nélkül elmenni az ilyen fantasztikus építmények meg épületek mellett. Marad a ritmus, mindenki velünk, válasszuk meg, hogy I'm really class, I'm really tight, make me thrill, got me like, baby, that's what I like, baby, that's what I like. Really, really love, baby.
Hát nagyon örülünk annak, hogy ezek az épületek így magával ragadtak téged, minket, meg ugye a zenétek nagyon hamar táncra perült a közönség. Ilyenkor mit éreztek ti a színpadon, amikor ezt látjátok? Igen, ez mindig nagyon-nagyon jó érzés, és olyan jó érzés volt, hogy ilyen tök jó táncokat láttam, meg olyan jó mozgásokat, bemozgásokat láttam, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokan voltak, és alig láttam át a tér túlsó felére, még viszonylag fél homályban, nappali világosságnál szinte kezdtük este 7 óra után a koncertet. Végét, amikor már besötétedett 8 óra körül, már végét nem is láttam, annyian voltak. Nagyon-nagyon jó érzés, és olyan nagy, együtt lüktető massza, és olyan jó volt, olyan csinos lányok jöttek oda koncert után dedikáltatni, meg fényképezkedni. Persze nagyon sokan oda jöttek, és jó érzés mindenkinek dedikálni, vagy fotózkodni. Most nagyon jó volt, olyan hely, olyan jó környékbeli csajokkal találkoztam, ez mindig feldob. Szerintem a nyíregyházi lányok nevébe köszönjük a bókot, és ugye nem csak úgy egyszerűen azért mentek oda hozzátok, mert Mr. Igeng, hanem itt volt ám egy nagyon különleges lemez is. Mesélj erről egy picit. Ja igen, hát most egy magunkkal tudtunk hozni a legutóbbi aranylemezünkből, amiből az utolsó példányig elkelt, és hogy 2 hónap után újra tudtunk nyomni belőle a kiadó engedélyével, és most ezt hoztuk nyíregyháza, ez is az utolsó példányig, azt hiszem 200 darabot hoztunk, 190 elment azonnal, úgyhogy nem is tudom holnap mi lesz még Eszári Lecsó Fesztivál. Arra megyünk, még ott egy pár lemezt szerettünk volna szétosztani. És a lemezről annyit szeretnék mondani, hogy legutóbbi aranylemezünk, innen is nagy tisztelettel köszönöm a környékbelieknek, aki hozzájárult, hogy a 2500 példány, azt hiszem most az az aranylemez. Én tudom, hogy nem a Hungária, meg a legendás korszakokat idézzük, amikor ilyen 200 000 példányokat eladtak meg, mert azt hiszem 100 000 volt az aranylemez, és mit tudom, ilyen Hungáriának, ilyen platina, meg ilyenek, szóval belegondolni is fantasztikus ilyen mai zenészfejjel, hogy milyen lemeze eladások voltak, de mi ma a 2019-es 2500 darabos aranylemez példánnyal nagyon elégedettek vagyunk, és nagyon örülünk neki, és nagyon jó volt az, hogy utána ezt dedikáltuk, és ez az a lemez, ami az elmúlt gyerekkorom óta szerintem elmúlt Mr. Igeng lemezek közül, nekem torony magasan ez a kedvenc lemezem, és közben azért szakítgatom meg néha itt a beszédet, nem tudom mennyire haladja a kedves közönség, háttérben olyan kedves harmóniák születtek, meg ilyen kedves harmóniájú vokált hallottam, hogy egyből azonosultam vele. Aztán közben ez ugye a gondolatmenetet megbolygatta. Nagyon jó érzés, hogy bármikor jövünk Nyíregyházára, akár fesztiválra, akár klubba, mindig jó emberekkel találkozunk, hagyd nem mondjam, hogy jó zenészekkel találkozunk, ez utánunk is most valami nemzetközi act és fantasztikus zenészek. Úgyhogy mindig nagyon-nagyon örömmel jövünk. Hát azt hallom, meg látjuk rajtatok, hogy pörögtök ezerrel. Mi a következő nagy dobás, amire készül a Mr. Igeng? Nagyon-nagyon készülünk arra, hogy meghívást kaptunk ugye 2020 jövőre, április 9-én a Viva Las Vegas Nemzetközi Nagy Rockabilly Fesztiválra, ami a műfajunknak a legnagyobb fesztiválja. Erre idén már szereplést, meghívást kaptunk, április 20-án volt szerencsénk szerepelni. Az a koncert olyannyira jól sikerült, hogy ugye a nagy színpadra kaptunk meghívást, és készül a szórólemezen, Péter Egri szórólemez, ami Amerikában fog megjelenni. Hát ugye Mr. Igeng közreműködői zenésztársaim nyomják a lemezen a közreműködő zenész funkciókat, meg feladatköröket, de ez már szóló lemezként fog megjelenni, hiszen jó néhány amerikai zenész barátom is közreműködik a lemezen, és erről a lemezről is játszottunk ma 2 dalt ma este, és olyan jó volt, hogy még erről is tudtunk bemutatni új dalokat. Should I not just
jöttünk az egyre bővülő Mystery Gang trióval. Együtt minden is a Mystery Gang, nagyon köszönjük mindenkinek. Ritmus mindenki átveszi, figyelem, kezd sötétedni. Jön a napszakunk. Oh my baby tonight, oh my baby tonight, oh my baby tonight. Vidor után pedig velem szemben egy igazán vidor személyiség, Csordás Anikó, aki talán Pancsi Bohócként jobban ismernek a nézők. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy ismét jótékonysági gyűjtést szervez. Jó estét, szia! Jó estét, szia! Hát ez nem bohóckodás, hanem most ez ugye egy nagyon komoly téma, és hát nem is ma kezdted ezt a komoly akciót, hiszen ugye már 7. alkalommal szervezel ehhez hasonlót. Milyenek voltak az előző évek tapasztalatai? Egyáltalán hogyan jött az ötlet? Hát igazából igen, most lesz a 7. év, és először kicsiben kezdtük, amikor a gyerkőcöm megszületett, és nagyon bonyolult volt az én terhességem, és ezért, amikor ő egészségesen világra jött, akkor én megígértem, hogy minden évben ellátogatok a kórházba. Az első 3 év ezzel is telt, viszont egyre több volt annak idején az adomány, illetve nagyon sokan megkerestek. Ennek hatására a 4. évben már sikerült anyaotthonokba ellátogatni, tavaly pedig 30 családot sikerült összegyűjtenünk, és ez Tiszaújvárosban történt az egyik, a másik az anyaotthonban pedig Nyíregyházán voltunk és Nagykálóban. Most már interaktív meséket írok, és ezt műsor keretén belül szoktuk átadni ezt az adományt, a kórházban pedig arra van lehetőség, hogy ugye az osztályokra elmegyünk, és akkor a gyerekek napját egy picit szebbé próbáljuk varázsolni, lufi hajtogatással, illetve kisebb játékokat, vagy amit sikerül összegyűjtenünk, akkor személyre szabottan is átadjuk, vagy pedig lenne a játszószobába. Tehát akkor tulajdonképpen beleviszed a saját kreativitásodat is, a művészetet, hiszen azért bohózkodni nem könnyű, aki úgy gondolja, próbálja meg, legalábbis föntartani ugye a gyerekek érdeklődését, az mégiscsak egy nagyon komoly empátiát is igényel, és akkor közben még ajándékokat is kapnak. Hogyan sikerült egyébként a megfelelő családokat kiválasztani, vagy egyáltalán ilyenkor kell-e, hogy ti előzetesen szelektáljatok, vagy szájról szájra megy a hír, hogy ki az, akinek szüksége lenne bármire, ez milyen módon történik ez a fajta szervezés? Igazából próbálok kapcsolatot teremteni az anya otthonokon keresztül, illetve jóléti szolgálatoknál, hogy ki tud esetleg olyan családokat, akik rászorulnak, illetve az interneten ugye látják a hirdetést, és akkor felkeresnek. Igazából van olyan óvoda, ami kis közösségben van, és mondjuk nekik is szükség lenne esetleg tévére, vagy bármi ilyesmire, és akkor meg szoktam hirdetni, hogy akkor mire van szükség, esetleg aki fel tud ajánlani. Próbáltam támogatókat keresni, azzal kevesebb sikerrel jártam, úgyhogy ez az adománygyűjtés így jött, hogy inkább így a lakosság segítségét kérem. Én azt gondolom, hogy sokkal több mindent vásárolunk meg, mint amennyire effektíve szükségünk van, és szerintem sokan szembesülnek azzal, hogy úristen, ezeket a dolgokat már évek óta nem használtam, legtöbben próbálkoznak eladni, aztán ugye talán sokan akkor kezdenek el adományozni, amikor mondjuk sikertelen ilyen mindenféle használt oldalon próbálnak megszabadulni a dolgaiktól, a jó minőségű dolgaiktól, és akkor rájönnek, hogy az annyi energia, talán valaki mégiscsak örülne neki. Ugye kifejezetten karácsony körül lesznek majd ezek az ajándékátadások, és hát most még itt a nyár végén, őszelején vagyunk, de nem árt elég korán elkezdeni. Most amúgy itt szeptember kapcsán nagyon sokan gyűjtöttek iskolatáskákat, tanszereket, hiszen szinte elképzelhetetlen a legtöbb család számára, de nagyon sokan ugye a mindennapi betevővel sem rendelkeznek, tehát élelmiszerre is szükségük van, vagy akár ceruzákra. Miben gondolkodjanak mégis a kedves nézők, akik most úgy gondolják, hogy szeretnének csatlakozni a ti jótékonysági gyűjtésetekhez? Igazából nem csak karácsonykor szoktunk, tehát a gyereknap, ami még számomra nagyon fontos volt, de azon már túl vagyunk, úgyhogy a következő állomás a karácsony.
Tavaly sikerült olyan süteményeket átadnunk annak a 30 családnak, és nagyon megható volt számomra, hogy valóban ők még nem ettek ilyet, tehát lelkileg megviselő, viszont annál boldogabbá tett, hogy olyan gyerekeknek tudtunk valóban adni és örömet okozni, akik még sosem ettek ilyet, tehát ezek olyan tartós meg házi sütik voltak, vagy pedig boltban vásárolható sütik? Volt egy a Talléros rendezvényház ajánlott föl 30 adag süteményt, ami előre volt csomagolva, és akkor ezzel támogatták ezt a cselekedetet. És akkor mellé pedig játékokat vittünk, illetve ugye a műsor színvonalában adtuk át nekik, illetve ők is szerepelhettek, tehát lehetőség volt kipróbálni magukat, hogy nekik ez a rész bejönne, esetleg szeretnének-e szerepelni máskor is, és a tartós élelmiszereket gyűjtöttünk még, tehát száraz tésztát, húskonzerveket, igazából a ruha az... Tehát a kórházban nem tudom bevinni jelen pillanat, illetve a játékokat is szelektálni kell, tehát hogyha mondjuk plüssfigurákat kapnak, akkor ugye azzal sokat teendő, tehát azt is szívesen megcsináljuk, mert előtte fertőtlenítjük, tehát bármi, amilyen, az jól jön mindenki számára. Könyvek, társasjátékok. Társasjátékok, igen, annak nagyon örülnek a játékoknak, mert nekik ugye az újdonság, de mondom, tehát a süteményeket is nagyon szívesen. Igen, ugyan, hát gondoljunk bele, hogy ezek a gyerekek például a kórházban sokszor heteket töltenek benn, és hát a gyereknek a legnagyobb gyógyulási lehetőség, hogyha egy picit el tud rugaszkodni abból az alaphelyzetből, és játszani tud. Mondtad, hogy a ruhákat azt oda nem, de azért egy-egy család számára akár ilyen nagyobb dolog is jól jöhet, mert azért sokaknak mondjuk nincs szőnyeg, vagy akár egy ágy, vagy matracok, vagy ágyneműk, úgyhogy csak nem tudom, hogy ennek a raktározása megoldható-e számotokra. Igen, tehát anyukámik kertesházban laknak, tehát hozzájuk el tudjuk juttatni, illetve a szállítás is megoldható, tehát van olyan kapcsolatunk, aki ebben tud segíteni. Na, Pancsi Bohóc, akkor már csak egy nagyon komoly kérdés, hogyan tudnak téged a kedves nézők mondjuk megkeresni és felajánlásokat eljuttatni hozzád? Facebookon megtalálható vagyok, van ugye a Pancsi Bohócnak egy saját csoportja is, illetve oldala, illetve ott minden elérhetőséget megtalálnak, e-mail címet, telefonszámot. Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy sokan élnek. Én is nagyon szépen köszönöm majd a lehetőséget, és minden jót kívánok. A mai víkend zárásaként még egy picit visszakanyarodunk a Vidor Fesztiválhoz, ahol a Patika című előadást is láthat a közönség Mohácsi János rendezésében, Novkov Máté főszereplésével és Kovács Márton zenéjével. Mennyire lett más az Örkény Színház patikája, mint amit Szépernő annó megírt? Hát vegyes felvágott, mert valamit megtartottunk eredetibe, és a végét azt meg nagyon megváltoztattuk. Tehát visszaidézzük a darab elejét, és ilyen kicsit keretes szerkezetbe foglaltuk az egészet. És hát némileg szerintem a mai ízlésnek kicsikét édeskése fogalmazott darab véget, azt megváltoztattuk. És miért tartotta szükségesnek azt, hogy megváltoztassák a végét a darabnak? Hát tulajdonképpen azért, mert nem éreztem igaznak. Tehát ott az érzésem, hogy ott valami édeskés folyadékban mártotta a tollát a Szépernő, akire pedig ez nem nagyon jellemző. Tehát általában sokkal több irónia is, meg tragédia is bujkál a soraiban, mint ebben a darabban. Tehát ezért gondoltam azt, hogy ez maga a Szépernő jogosít fel arra, hogy ezt a műtétet elvégezzük. Nem annyira édeskés ma már esetleg az életünk, mint annó volt ön szerint? Szerintem akkor sem volt. Hát ha tudjuk azt, ugye elhelyezzük a történelmi korban a Szépernőt, akkor azt tudjuk, aki. Ugye a második világháború után már csak úgy mutatkozott be, hogy Szépernő voltam, tehát ott abban rengeteg keserűség van abban az emberben, hogy én azt ott inkább az akkori színházi ízlés az, ami meghatározhatta az írót. Itt a Vidor Fesztiválon vagyunk most. Mit gondol ön arról, hogy mi kell ahhoz, hogy egy igazán jó vígjáték szülessen?
Ó, hát ez, én ehhez, ha pontosan tudnám, hogy mi kell hozzá, akkor csak kiváló igazi vígjátékokat rendeznék, de hát nem csak azt rendezek. Hát a komikum az ott van mindenben, mint ahogy a tragikum is, csak az hogy hogyan adagolja az ember, az biztos, hogy az el tudja dönteni, hogy egy... De hát ez nem egy felhőtlen vígjáték elevesen, tehát a patika ebben a formájában pedig hát talán még vígjátéknak se nevezném, noha lehet rajta kacarászni. Azt szokták mondani, hogy vígjátékot játszani sokkal nehezebb, mint általában, mint esetleg akár egy tragédiát. Ön mit gondol erről? Én azt gondolom, hogy ez nem igaz. Tehát ez egy ilyen színészmesterségbeli... Én is hallottam ezt nem egy embertől, vagy nem egy színésztől, hogy egy drámai csöndet kitartani sokkal könnyebb, mint pontosan poentírozni, de én ebbe sem, én ezt egyáltalán nem hiszem el. Tehát ugyanolyan véresen nehéz egy vígjátékot is jól eljátszani, mint amennyire egy tragédiát is. Annál is inkább, mert ugye ezeket én például általában keverni szoktam. Tehát a tragédia is akkor tud megélni, hogyha vannak benne vidám pillanatok, mert különben ki menekül a néző a színházból. Tehát ügyesen kell csomagolni a legszomorúbb pillanatokat is, mint ahogy a legvidámabbakat is. Tehát én szerintem ez valamikori ilyen, mondhatnám, old school színjátszásnak a gondolata bújkál mögötte. Meg hát talán a vígjátékokat játszó színészeknek a gőgje is. Balogh Kálmán vagyok, Balogh Kálmán, aki Pestről érkezik, a fővárosból jön a Laposladányba, egy viszonylag ilyen zárt közösségbe, és hát a boldogságát keresi egy nagyon borzasztóan naív ember, aki a szerelmet, a boldogságot keresi, és gyakorlatilag ezt az utat járja be Kálmán. Kedveli ezt a karaktert, illetve ezt az előadást? Igen, nagyon kedvelem, nagyon jó próbafolyamat volt, meg hát folyamatosan végülis úgy nézzük, akkor így elég élő a dolog, tehát nincs olyan nyilván, hogy elkészült valami, vagy akkor most akkor a premier megtörtént, akkor kész vagyunk, hanem folyamatosan vannak benne apró változtatások, tehát nyilván ezek is adnak impulzusokat ahhoz, hogy mindenki, hogy így meglepjük egymást, saját magunkat, tehát ne fásuljon be valami, de abszolút, tehát hogy mind a próba folyamat, mind az előadást, nagy kihívás, tehát nekem életem első ilyen nagy szerepe, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon, nem csak emiatt, de emiatt is nagyon szeretem. A rendezővel beszélgettünk az előbb arról, hogy mit könnyebb játszani, tragédiát vagy komédiát. Nyilván még olyan nagy tapasztalata nincs ebben, de talán össze tudja már hasonlítani a dolgokat. Hát igazából, nem tudom, nehéz ezt is szétválasztani, hogy melyik lehet a nehezebb. Szerintem mind a kettőben meg lehet találni azt, ami nyilván nem könnyű. Hát ugyanúgy komédia is, azt gondolom, hogy hát nem tudom, nyilván kell hozzá humorérzék, de hát a tragédiához is kell, tehát hogy igazából vannak közös alapok, tehát ezt most így, ezt is szétválasztani, azt most nekem talán nincs is így ilyen értelemben elkülönítve bennem ez, hogy akkor melyik a nehezebb. Hát mindegyiket csinálni kell, bele kell állni, ez a munka. Hogyan született meg a zenei világ az előadásnak? Hát én a Jánossal nagyon régóta dolgozom együtt, lassan 20 éve, pontosabban egy hián 20, és én kaptam tőle dalszövegeket, és akkor arra farigcsáltam dallamokat, és akkor hát célirányosan választottak ki a zenésztársaimat, Mózer Ádámot harmonikán, Benkő Robit bőgőn, és abban az érdekes, hogy ez alapvetően népzenére emlékeztető zene, de például a Robi jazzbőgős, tehát teljesen más módon kíséri a zenekart, mint egy népzenét játszó bőgős. És van még a Gyulai Csabi, akinek viszont egy bolgár hangszere van, az úgynevezett gadulka, az egy ölhegedű, aminek irtó szép hangja van, és azt én nagyon unikálisnak tartom, pláne ebben a világban tud talán olyan érzelmeket kelteni,
szereplőkben is, vagy színészekben, ne adj Isten a nézőkben is, ami segítheti az egész előadást. És akkor még kellett nekünk ütős, és akkor miután egy ilyen poros faluban játszódik az egész, ezért összeraktunk, találtunk a színházban egy régi öreg bőröndöt, és arra rá szereltünk mindenféle lábos fedőt, meg fém kulacsokat, meg fém poharakat, és akkor meg fakanalat is tettünk rá, és akkor azt üti a Csabi, aki egyébként ütős is. És akkor tulajdonképpen közösen dolgoztunk ezen. Mennyire más a zenészek munkája akkor, hogyha nem egy zenekarban játszanak, hanem egy darabot, egy előadást kísérnek? Hát én ezt a fajta dolgot nagyon kedvelem, amit a Mohácsi Jánosnak az előadásai megengednek, azt, hogy nem csak számokat lehet játszani, hanem tulajdonképpen végig lehet zümmögni az egész előadást, mert akkor nagyon lehet figyelni a szövegre, és a szöveghez képes lehet zenélni. Magyarán olyan ambient zenét lehet játszani, amiben a színet is nagyon fontos szerepet tud játszani. Pontosabban akkor játssza a legnagyobb szerepet, amikor sokáig szól egy ilyen, tulajdonképpen ha a szövegre figyel a néző, akkor föl sem fedezhető zene, de amikor megszűnik, akkor visszamenőleg is van annak jelentése. És a csendnek is plusz jelentése tud születni. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Adásunkat most is visszanézhetik a Kölcsei Televízió magazinok YouTube csatornán. Tartsanak velünk a jövő héten is, újabb programajánlókkal és érdekes témákkal készülünk. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét, jó pihenést kívánunk, viszontlátásra!